Jobb sorsra jutott fenyőfák januárban Nyíregyházán a Bújtosi Város Liget parkjában. Ezek a fák ugyanis túlélték az előző évek karácsonyi ünnepeit a gondos vásárlóknak, valamint az éjak és a nyírvévé szakembereinek köszönhetően. Eberhard Kábor szerint azonban, ha az éves statisztikákat nézzük, drámaian kevés azon fenyőfák száma, amelyeknek megadatik ez a lehetőség. Noha az Északalföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. évek óta különböző kampányokkal hívja fel a figyelmet az ünnepek ökotudatos megtervezésére. Már tíz éve kifejezetten, elkülönítetten gyűjtjük a karácsonyfát. Az változik, hogy milyen akciókat kapcsolunk hozzá, vagy hogyan történik a lakosság szemléletformálása arra vonatkozóan, hogy ezt elkülönítetten rakja ki, vagy akár hozza be hozzánk a hulladékudvarba. Ugye sokadik alkalommal hirdetjük meg a karácsonyfáját, ajándékot, akciónkat. ezt Nyíregyháza megyei várossal együttműködésben tesszük, ami azt jelenti, hogy a Korányi Frigyes utcai, illetve a, a kerékutcai utcai hulladékudvarba arra bátorítjuk a lakosokat, hogy direktben hozzák be a leöltöztetett karácsonyfájukat, ahol ö, sorsjegyet adunk minden egyes kivágott fenyőfájért, amivel egy sorsoláson vehetnek részt, ahol ajándékutalványt nyerhetnek. Bár sokan választják évről évre a földlabdás fenyőfákat az ünnepek előtt, gyakran megtörténik, hogy a növényeket nem készítik fel szakszerűen sem a szobai hőmérsékletre, sem pedig a kiültetést követő kinti klímára. Ezért a fák nem tudnak gyökeret ereszteni a szabad földben bátorítjuk a lakosságot, hogy hozza be hozzánk szintén ebbe a hulladékudvarba. Itt azon felül, hogy részvesz a nyereményakcióban, minden egyes fa három sorsjegyet kap, a földlabdás fenyők, illetve rögtön a Nyír VV Nonprofit Kft-vel együttműködésben egy 4000 forintos vásárlási utalványt kap érte a szerencsés lakos, aki behozza ezt a fát hozzánk. Később ezeket a fákat ugye tavaszig a Nyír VV Kft, Nonprofit Kft gondozza, és a Bújtos ligetbe ülteti ki ők. Eberhard Gábor elmondta, tízezres nagyságrendű fenyőfa kerül ki évről évre az utcákra januárban, és ezeknek csak nagyon kis százalékát szállítja be a lakosság önként az éjakudvaraiba. Számításaink szerint egyház a városban kb. 30-40 ezer fenyőfa kerül ilyenkor kidobásra. Ebből olyan 2-300 darab vágott fenyő kerül be hozzánk a hulladékudvarba, és körülbelül a gyökeres, tehát a földlabdás fenyők száma tavaly olyan 20-30 darab volt. Tehát a nagy számokat nézve ez elég alacsony szám, de hát ez is több, mint a, a semmi. Hozzátette, az ÉAK minden év elején kioszt egy hulladékosztási naptárat, amely alapján megvannak vannak jelölve a gyűjtési napok, hogy mikor érdemes kihelyezni a zöld hulladékot. Ezeken a napokon speciális, elkülönített zöld hulladékjárattal gyűjtik be a fenyőfákat, amelyek így nem a vegyes, hanem a később komposztálható hulladék közé kerülnek.